A koronavírus világjárvány fokozott érzelmi reakciókat válthat ki egyes emberekből. Ahhoz, hogy a járvánnyal kapcsolatos mentális megterhelést kezelni tudjuk, elengedhetetlen a pszichológiai immunrendszer megerősítése és a megküzdési stratégiák aktivizálása. Fontos, hogy próbáljunk magunkkal minél türelmesebbek, megértőbbek lenni, és az erőforrásaink fogytával próbáljunk fontossági sorrendet felállítani a mi feladatainkkal kapcsolatban, azt átgondolni, mi az igazán fontos, és mi az, ami most várhat. Nem feltétlenül érdemes most a maximumra törekedni teljesítmény szempontjából, és akár a maximumot elvárni, úgymond családtagjainktól, gondolok itt akár az iskoláskorú gyerekekre is, mert ez a helyzet, ez egy különleges és kihívásokkal teli időszak, tehát semmiképp sem az ideális körülmények vannak jelen. A szakember hangsúlyozta, képesek vagyunk befolyásolni a gondolatainkat, érzéseinket. A pozitív pszichológiai kutatások eredményei alapján a szorongás normalizálása, az úgynevezett katasztrofizáló gondolkodás csökkentése, struktúrált napirend kialakítása, felelős hírfogyasztás, hála és együttérzés kialakítása segíthetnek a rendkívüli helyzettel való megküzdésben. A relaxáció, valamint a testmozgás szintén pozitívan hathatnak. A pszichológia öngondoskodásnak hívja ezt a képességet, hogy magunkkal próbáljunk úgy bánni, mint hogyha egy számukra kedves baráttal vagy a gyermekünkkel bánnánk, és hogy kezdjük el ezt gyakorolni magunk felé. Mert ha már egy kicsit nagyon alubbak, elnézőbbek vagyunk magunkkal kapcsolatban, akkor alapvetően önmagunk támaszai is tudunk lenni, és aztán természetesen ezen az alapon egyfajta önszeretet irányába is elmozdulhatunk, ami mindenképp pozitívan hat a hangulatunkra, egyébként pedig az egészségünkre is. Próbáljuk a figyelmünket azokra a dolgokra irányítani, amire ráhatásunk van, úgymond amit kontrollálhatunk, azok helyett, amiket nem tudunk befolyásolni. Alapvető figyelemirányítási technikával tudatos és koncentrált gondolkodásmódot alakíthatunk ki, amely azonban erőfeszítés és munka. A szakértő ajánlása szerint érdemes külön időt biztosítani magunknak, hogy új szokásrendszert tudjunk kialakítani az életünkben, amely akár több hónapot is igénybe vehet. Kitartással és gyakorlással azonban hosszú távú eredményeket érhetünk el.